A polgári, római katolikus templomban vagyunk. A templomról, helyesebben annak bútorozatáról Meggyesi úr, Meggyesi László úr fog beszélni, mivel ő asztalos mester, és annak idején ő itt sokat dolgozott. Hát akkor, amikor már egy kicsit rendben jött itt a templomnak a teteje, mozogni lehetett, akkor nem soká elkészült az első szakasz, Mámpad sorozat. Mondhatom azt, hogy tehát a második részt, az már csak jóval később, így olyan 59-60 körül készült el. Nagyon nehéz körülmények között akkor. Az anyagnak a beszerzése akkor rendkívüli nehéz volt. De a Tajti Esperes úr nagyon-nagyon akarta, hogy elkészüljön. Megbeszéltük a dolgot, hogy megpróbáljuk összehozni hozzá az anyagot valamiféleképpen. Hát nagy nehezen sikerült is. A padlózathoz akkoriban egy eléggé jó helyzetet sikerült az Esperesnek kiharcolni, hogy ilyen kiutalást kapott az anyagra, a fegyőfára. Akkoriban pedig még nagyon-nagyon nagy dolog volt a fegyőfának a beszerzése. Na, ezek a padok még akkor elkészültek, amikor már egy kicsit megindult a gazdasági élet, és voltak olyan már tehetségesebb emberek, amelyek hozzá tudtak nagyon járulni. És azoknak a neve fel van tüntetve azon a padon, amelyik ők járultak hozzá a készítéséhez. Ezt készítette dr. Tajti Lajos plébános. Készítette Fleischer Sándorné és családja. Amikor már a torony is rendben lett, az Esperes úr nagyon-nagyon azon gondolkozott, hogy valahogy meg kellene csinálni a hátsó szakasz padokat is. Ez felvetődött a képviselő testületnél is, hogy nagyon-nagyon aktuális lenne valahogyan megcsinálni. Hát volt egy kis ellenvetés, hogy mi az képtelen vagyunk megcsinálni ilyen körülmények között. Ami most van, hogy semmi nincs, hát ugye ez a 60-as éveknek a legelején, 59 körül volt, hogy ehhez az anyagot beszerezni mai körülmények között nem lehet. De mégis az Esperes úrral megbeszéltük, hogy megpróbáljuk valahogyan beszerezni, hát ha sikerül. És úgy nagy nehezen sikerült is innen is, onnan is összeszedni. Sőt, az Esperes úr ki tudta járni azt, hogy a fenyőfára a padlózathoz kapott kiutalást is, ami akkor bizony elég nagyon-nagyon nagy számba ment. Így és szép lassan elkészült, hát nem kell mondanom, hogy itt polgári viszonylatban azt lehet mondani, hogy gép még nem volt, majdnem nagy része még szabad kézzel készült el. De azt hiszem, hogy 10 hónapig tartott, míg meg tudtuk csinálni olyan körülmények között, mint ami akkor volt. Régebben itt mögöttem, a szobor mögött egy egészen nyílt gyóntatószék volt. Az Esperes úr felvetette, hogy ő látott valahol, tehát egészen ilyen zárt gyóntatószéket, hogy azt jól lenne megcsinálni. Hát mi akkor már KTS-ben voltunk, és ott én nekem a hatásomra azért ki tudtuk vívni azt, hogy mi a KTS-ben elkészítettük ezt az egyik gyomtatószéget.
és mivel hogy nem volt semmi ellenvetés, olyan elnökünk volt a KTSZ-ben, aki nagyon támogatta ezt a dolgot, így később el tudtuk készíteni a másik gyöntetőszéket is. Ez a másik gyóntatószék, amelyik ugyanolyan, mint a másik. Úgyhogy mind a kettő itt van a kórus alatt. A harmadik nagy gondja volt az Esperes úrnak a bejáratnál a szélfogónak az elkészítése. Hogy lehet azt megoldani? Hát elkészült az is. Még engemet is meglepett, amikor tudom azt, hogy itt a templomban minden rettenetes nagy. De amikor én azt elkészítettem otthon, akkor majdnem megbozzadtam tőle, hogy milyen nagy. 4 méter magas. A szélfogóhajtó így néz ki, amikor ki van nyitva a főbejárati ajtó. A fűtőtest helyén akkor még a mellékoltár volt. Nem tudom, mi lett a sorsa. A szószék felőli oldalon szintén volt egy mellékoltár, amelyen a oltárkép a sárkányölő Szent Györgyet ábrázolta. A sárkányölő Szent György kép nincs még, ezt a képet már azóta festették, későben. A felrobbantás előtt a csillár helyett egy egész más csillár függött, amelyik ilyen sokágú fém valami volt. Hogy mi lett a sorsa, ezt sem tudjuk. A háború előtt itt egy egész más oltárkép volt, amelyet állítólag németek kivágták és elvitték. Ezt később festették. Oltárképnek a keretét, azt tudom, hogy én dolgoztam föl valaminek, mert az már csak lonként szerepelt itt valahol. Az oltárképnek a fa kereteinek a darabja is itt valahol be van építve, mert én építettem be, de már nem tudom, hogy hol valaminek. A polgári temetőnek régen csak egy bejárata volt. Az a város felőli részen, a jobb oldali kapu helyén állt. A régi kapu hasonló volt a rajzon láthatóhoz. Oldalt két kis kapu, középen pedig a két felé nyíló nagy kapu. A kapu fölött, a két összekötő gerenda közé drótháló volt felerősítve. Erre a hálóra erősítették fel a lemezből kivágott betűket. Az ívalakban elhelyezett feltámadunk felirat így szinte a levegőben látszott levegni. Amikor a régi nagykapu gerendái már korhadni kezdtek, akkor szétszették, és a helyébe már nem olyan látványos, hanem csak egy egyszerűbb vaskaput készítettek. A hitelesség kedvéért elmondom, hogy a régi nagykapu jobboldali kiskapuját minden szentekkor nem nyitották ki, mert azon az oldalon, a kaputól kezdve, a koldúsok ültek a sírok előtt, némi alamizsnára és kevéske pénzre várva, amit a temetőbe jövő emberektől reméltek.
Jelenleg a Dante úton van a főbejárat és a ravatalozó. Innen történik a temetés. A polgári temetőbe attól az időponttól van temetés, amióta a Kálvárián megszüntették azt. Ha egy ember várható életkora 80 év, akkor azóta már kétszer cserélődött ki polgár teljes lakossága. Valamennyi elődünk itt nyugszik, de nagy részükről a sok rátemetéstől már azt sem tudjuk, hogy hol. Ebben a filmrészben azoknak az embereknek a sírját mutatjuk be, akik közismert emberei voltak polgárnak, és tettek is valamit polgárért. Vannak köztük rég elfeledett emberek, és olyanok is, akik a közelmúltban hunytak el. Bemutatjuk a régi szép síremlékeket, és az újak közül is néhányat. Régebben több temetője is volt polgárnak. Temettek a zsidó temetőbe is, és temettek a református temetőbe is. A református temetőben már csak néhány sírt találtam. Az ismert emberek nyughelyének bemutatását a Fleischer család sírhelyével kezdjük. Ez a sírhely a Fleischer családé. Ők földbirtokosok voltak. Sok polgári embernek adtak munkát. A sírban négyen nyugodnak. Idős Fleischer Ferenc, a felesége Pintér Rozália, a fiúk Fleischer Ferenc és az unoka Felmérai Ferenc, tüzérezredes. Az ő neve magyarosítva van, a német Fleischerről Felméraira. A Fleischer család legnagyobb érdeme, hogy a temető nagyobbik részét ők ajándékozták polgárnak.
Adriányi Géza sírja. Ők is földbirtokosok voltak. Ők az úgynevezett új temetőt, a Csikós porta mögötti területet adták oda ingyen polgárnak. Amint látszik, szépen elfelejtettük őket. Deli Mátyás életének csak egy részét érte le polgáron. Ismert közeléti személyiség és talpig becsületes ember volt. Mesélik, hogy papként egy tetszhalott leányt is kiemelt annak koporsójából, és feleségül is vette. Ekkor lépett ki a papságból. Állatorvosi diplomát szerzett, és ezután lett polgárnak is híres állatorvosa. Polgárnak jelenleg egy élő díszpolgára van. Ő dr. Karapál, belügyi helyettes államtitkár. Rajta kívül díszpolgárunk a már elhunyt Molnár László tanár úr, és a nemrég elhunyt Éliás István tanár úr. A temetőt járva találtunk rá Frank Károly kanonok polgári plébános sírjára. A sírkő felirata szerint Frank Károly kanonok úr is polgár díszpolgára. Mivel többről nem tudunk, így nagy valószínűséggel a kanonok úr az első díszpolgárunk. A sírja védelmet érdemel. A Lévai család sírhelye. Lévai Károly 40 évig volt jegyzője polgárnak. Köztiszteletben álló személy volt. Dr. Tani János orvos a veje volt. Jó orvos volt, szerették az emberek. Kár, hogy a feleségek neveit nem írták rá a síremlékre. A Barankovics házaspár sírja. Barankovics István igazgató, tanító és kántor volt. Felesége Barta Erzsébet tanítónő volt. Barankovics tanító úr írta le először polgár történetét. Az ő fiúk alapította meg a Demokratikus Néppártot, ami miatt 1949-ben el kellett hagyni az országot. New Yorkban halt meg, és egy jeltelen sírban van eltemetve. Pap Vendel tanító úr. Polgáron ő kezdte el a régészeti ásatásokat, és ezáltal lettek ismertek az ősi települések. Tanítónak is kiváló volt. Vince Piroska tanítónő. Gyermekszeretete révén a diákok kedvence volt. Jó magam is visszaemlékszem
Alig vártam, hogy 10 éves legyek, hogy utána, mint 4. osztályos, az ő tanítványa lehessek. Ezen a helyen nyugodott Hering Ernő és felesége. Gyógyszerész volt. A pénztelen szegény betegeken sokat segített, sebeiket bekötözte, ingyen gyógyszert adott nekik. Azóta már rátemettek, pedig emlékét meg kellett volna őrizni. Ládi László tűzoltó alhadnagy mentés közben veszítette el az életét. Korábban, mint labdarúgó, sokszor örvendeztette meg a nézőközönséget góljaival. Ebben a sírban nyugszik Kis János, polgár, háború utáni első főbírája, akit a 48 tagból álló képviselő testület választott meg 1945. május 28-án. Kis János egyszerű kubikusként nagy érdemeket szerzett a falu demokratikus átalakulásában és a földosztás megszervezésében. Itt nyugszik Tóth József, aki 1970-től volt polgár tanácselnöke. Legnagyobb érdeme sok egyéb munkája mellett a polgári strandfürdő létrehozása, melyet a falu szellemi és fizikai dolgozóinak közös és sok-sok társadalmi munkájának köszönhetően 1979. május 18-án nyitottak meg. Ekkortól élvezhetjük a gyógyhatását és a fürdőzés minden örömét. Vámosi Lőrinc polgár főbírája volt a II. Világháború végéig. A keresztet 1922-ben hálából állítatta, amiért épségben hazakerült az első világháború. Ebben a sírban nyugszik Polonka István, aki az első világháború után Amerikába ment, és onnan gazdagon tért haza. Abban az időben ő volt polgár egyik jótevője. Annyi mindent, mint ő, még sohasem adott polgárnak abban az időben senki. Ő építette polgáron az első emeletes házat. Az ő házában működött az első bank. Harangot öntetett a templom részére.
legelőt adott a lakosság állatainak. Házhelyeket adott a szegény embereknek az Arany János utcában. Tűzoltó felszerelést vett a falu védelmére. Valamint lovakat és hintót vett, hogy az előjáróság azon közlekedhessen hivatali munkája során. Tehát Pista bácsinak érdemei vannak. Ennek ellenére 2000-ben már majdnem eltűnt a sírja. Akkor a sír így nézett ki. Már ledöntötték, de később mégis visszaállították. Az első feleségének, Léka Piroskának itt volt a sírja a Pista bácsié mellett, de mára már nyoma sincs. Ez volt a sírköve, amin csak ez a kedves felirat volt. Kisanyának kisapa, 1940. Ők csak úgy nevezték egymást, hogy kisanya, kisapa, vagy úgy, hogy kisanyám, kisapám. Aki leátemetkezett, az a sírkövet is felhasználta, és a kisanya feliratot lecsiszoltatta. Ezáltal a temető egyik kedves emlékét is megszüntette. A hiba még jóvá tehető, hisz ide alulra még vissza lehet a feliratot vésetni. Epilógus. Őrizzük meg a régiek emlékét. Polonkai Pista bácsiékra mostanában alaposan rájár a rúd. A régi tanyájuk közelében 1928-ban felállítatott keresztjüket valaki vagy valakik minden szentek előtt összetörték. A rombolás okát nem ismerjük, de lehet, hogy az öntött vasból készült Krisztus szobrot akarták elvinni és értékesíteni. Tervük nem sikerült, mert a Jézus szobrot a helyszínről elhoztuk és biztonságba helyeztük. Egy későbbi időpontban a keresztet is behozzák polgára, és akkor ismét olvashatjuk kedves feliratát, miszerint Isten dicsőségére készítette kisapám, kisanyám, 1928. július.
Ezen a részén a temetőnek több polonkainak is van sírja. Ők valamilyen szinten rokonaik egymásnak. Polonkai László második feleségével és a fiával nyugszik egy sírban. Amikor ide temetkeztek, akkor épségben meghagyták, illetve megőrizték még az 1800-ban született ősük emlékét is. Egyébként Polonkai László érdeme, hogy 1920-ban első feleségével, Hamar Angélával együtt két harangot öntettek, és azt később Görbeházának adományozták. Még kislány voltam, de jól emlékszem, hogy a fiatalok vezérükké választották. Ő örömmel vállalta a feladatot, és mindenkinek segített, amikor szükség volt rá. Egyik esetben a Taskó Istvánt is figyelmeztette, hogy baj van körülötte, és talán ne tartózkodjon otthon. És 1956 forradalom leverése után mégis a Béla bácsit csúnyán bebörtönözték, és 7 évig emlékszem én rá, hogy szenvedett. Az ott elszenvedett sérelmek bizony nagy nyomot hagytak az egészségébe, és sokkal korábban kellett meghalnia, mint ahogy ő még a tevékeny életét szerette volna folytatni. Családjának is nagy veszteség volt, mindannyiunknak veszteség volt, mert egy nagyon aranyos, segítőkész embert ismertem meg benne. Ebben a sírban nyugszik Iliás István tanár úr, polgárváros díszpolgára. A tanítói munkát a Nagygyepen tanyai iskolában kezdte. Később a tanyasi iskolák körzeti igazgatója lett. Volt szakfelügyelő és megkapta az oktatás kiváló dolgozója elismerést is. A felnőtt oktatás érdekében dolgozók iskoláját indított, és 15 éven át tanította matematikára a felnőtteket. Iliás István tanító úrnak sok évi pedagógiai munkásságáért 1998. április 25-én polgárvárosa díszpolgári címet adományozott. Néninek a sírjánál állunk. Ő volt a polgárközségnek egy őrangyala, akit mindenkinek tisztelni és szeretni kellene az elhunytába is, mert ő is felfogta az egész községnek az árva gyerekeit, a betegeket, az elhagyottakat, mindenkit,
és ő mindenüvel eljuttatta a szeretetivel, megmutatta azt, hogy ő nagyon szereti itt a gyerekeket, árvát, özvegyet, elhagyottat. És utána már, amikor későbbi időben a gyerekeknek iskolai tartalom alatt még tartott, minden gyereknek csomagot készítettek, nem a szülők adták egyik a másikának azt a kis csomagot a karácsonyit, hanem ők, és nagy ünnepély volt az árdába. Szolongia nővér volt, egy dr. Kis Péter abban az időben, és akkor ők úgy látogatták meg karácsonyra, akkor ruhákat, meg kinek mihre volt szüksége lábbeli a gyerekeknek, és méterszámra vette az anyagot, várta az édesanyám, és az hívődött el a gyerekeknek, ezért hálával tartozik neki, polgárközség és ápolni kéne, és nem olyat mondani róla, ami nem felel meg a valóságnak, mert ő belőle csak a szeretet ment. Mikor már elhagyta a tanítói állását, már az időskora ellenére, de folytatta azt a nagy szeretetet mindenki iránt, akkor egy szeretet otthont épített. Akkor a környék belő is még akkor nagyon kicsike volt polgárközség, és más helyekről is az öregeket, árvákot hozott ide, betegeket. Mind azoknak 12 ágy volt, ahol feküdtek éjszaka és konyha volt, akik aztán nem is mentek haza, hanem egyből csak ott maradtak, azt mind ott tartotta a gyerekeket is, az időseket is. Volt olyan, aki még haza tudott menni, de volt olyan, aki nem, azoknak orvos volt, és az orvosa pedig dr. Tanyi János volt. Jól mondta? Amikor bejöttek az oroszok, akkor megtámadták a Paula nénit. Már akkor gyengelkedő beteg volt, de vele voltak az őrangyalok, amik nem engedték meg, hogy őt megcsúfítsák, vagy bántalmazzák. Hangosan imádkozott mindig a rózsafűzért, és ez a nagy szeretet erőt adott neki annak, hogy ezt túlélje. 1944. novemberben megbetegedett a Paula néni, amit nem tudott leküzdeni, és annak ellenére az orvosi erős ellátására is nem tudta leküzdeni a betegségét, és akkor december 8-ára visszaadta a lelkét a teremtőjének, meghalt. A polgári temetőben több lelkipásztornak is felelhető még a sírja. Ebben a sírban nyugszik Bányás Sándor kanonok, volt polgári plébános. 1900-ban halt meg, 62 évet élt. Itt nyugszik Nemes Jáci, Széchenyi Rezső, aranymisés plébános, élt 82 évet. Sírján igen szép felirat olvasható. Rólunk az Úr oltáránál gyakran megemlékezett, most mi imádkozzunk érte, nyerjen örök életet. Ebben a sírban nyugszik Bardóczi József lelkész. 1833-1869. Ő fiatalon, 36 évesen tüdővészben halt meg. Nem polgáron született, erre a helyre szülei temettették, és ezt a síremléket 1870-ben állították fiúk emlékére.
nagyon szép a felirata. Övéitől messze, könnyet itt az idegen nem remél, de ha mégis megállsz a hanton, a pap egy imára kér. Ebben a sírban nyugszik Butt Sándor esperes úr. Ő az utóbbi idők talán legnépszerűbb lelkipásztora volt Polgárnak. Butt Sándor 1968-ban jött Polgárra. Ő egy igazi, karizmatikus, csak a hivatásának élő ember volt. Maga köré tudta gyűjteni a polgári népet, szerette a gyerekeket, sok volt mindig az első áldozó és a bérmálkozó. Elévülhetetlen érdeme a templom és a kálvária akkori felújítása, rendbetétele. Ekkor készült az orgona, és ekkortól szól elektromosan a harang. Butt Sándor 1927-ben született, és 1986-ban 59 évesen halt meg. Butt Sándor most egy sírban nyugszik, később elhunyt édesanyjával. Sírján a következő felirat olvasható. Küldetésnek jöttél a földre, hogy azt a kis kört itt lenn, ahová állított az Isten, fényeddel tündököld be. Butt Sándor halála után pro urbe kitüntetést kapott. Ebben a sírban nyugszik Elek József, közismert nevén Szent Elek, akinek 1935-ben 11. Pius pápa őszentsége kitüntetést adományozott. Józsi bácsiról, akinek a síremléke már nincs meg, unokája mond néhány szót. Elek József Szabó Terész sírjánál. Az én nagyapámnál, én Elek István vagyok, az unokája, a legutolsó. Hát ugye sajnos már most rá temetkeztek a unokája, az egyik lánya, a Mari néni, Deli Péter és egy unokája, a Pásza unokája. Sajnos a nevüket nem írták rá, pedig lett volna mondjuk én úgy remélem, legalább a hátára vagy a régi sírkeresztét nem tudom hova tették. Miért nem fogták meg, és állították volna a másik végére. Hát ugye nagyon rendes ember volt, igazságos, lelkiismeretes. Hát ugye, abban az időben nagyon meg kellett gondolni, hogy olyan családot félnevelni, ahol semmi támogatás nem volt. Csak a munkából éltünk. És ahogy a fénykép is mutassa, ők nem nagyon adtak a divatra, mert amint mutassa a fénykép, a 60. házassági évfordulóval jobban. Ugyanaz a nagy kabát volt rajta, vagy a fámon. Mint 30 évvel előtte, mikor a szentmisére ment. Úgyhogy ebből is parolták össze arra a szobrokra valahogy, még a emlékművekre valahogy. Sajnos ő maguknak nem csináltatott. Csak azt a kicsit, azt se tudom, egy ilyet, azt se tudom, hogy ő csináltatta-e, vagy a gyerekek csináltatták. Úgyhogy ennyi volt elmondani valam, mert hiába mondanánk hazugságot. Én se éltem még akkor, ez csak az apám elmondása, míg az ő elmondása szerint mondhatom, mert ő már akkor azért 16 éves volt, amikor válogattam vele azt. Még egészségesebb volt, elmondtuk némi olyan régi emlékeket.
azért vállaltam ezt a beszélgetést, hogy már megkérdőjelezték még azt is egyesek, hogy a, nem az elekház helyére volt építve a mostani dédunokájának a lakása. Úgy látszik, hogy egyesek jobban tudják, mint akik lakták azt a házat. Pedig az mindig elekház volt, 1925-ben épült, csak sajnos nem örökítették meg a mostani tulajdonosok, a dédunokájai a régi házat. Ez elég szomorú. Hát a síremléke itt van. Elég szomorú, hogy az ő nevéket nem írták rá, de már rátemették az egyik lányát férjével, és az egyik unokáját, egyik apáca unokáját. Féltették nekem azt a kérdést is, hogy dúsgazdag volt-e a nagyapám, hogy ezeket a emlékeket állította, István király szobrát és a Görbeházi útmentin a feszületet. Még van a kasziba sarkán egy másik. Hát ő nem volt milliómos, erkölcsi milliómos volt. Félnevelt 8 gyereket, szép családot. Pedig abban az időben nem volt családi pótlék, nem volt szociális segély, nem volt házastársi pótlék. Ez mind munka után került. Csak ő egy akaratos, keményfejű paraszt volt, elhatározta, hogy amikor polgáron kiütött a tífus járvány, hogyha a Jóisten megsegíti, és elviszi ezt a betegséget, mivel a legelső fiú nagybátyám volt, László, azt elvitte, és a Jóisten elviszi ezt a járványt innen, István királyunk emlékére állít egy emlékművet. Nem volt milliómos, de erős ember, akaratú ember volt. Úgy a családja megsínlette azt a mondjuk spórolás, mert spórolni kellett rá, az már más dolog. De hogy az, hogy ő milliómos lett volna, hát volt 800 volt főd a kacipán, ezt Ördög Józsi bácsival bérélték, ezben gazdálkodtak, jószágot neveltek, gulyamarhájai volt ott a kaszibatanyán, ebből építkeztek, ebből csinált, amit csinált, úgyhogy nem volt abban az időben, hogy korrupciót csináljunk a dologból, vagy abból építsünk, vagy abból csináljunk valamit. Akkor dolgozni kellett, mert ha nem dolgozott, akkor nem volt evés, nem evett. És mikor még arra is telt rá neki, hogy már az öregkorára, amikor ide hazagyött a tanyárunk, hazagyöttek, mindig két hízót hizalt, ezt ugye a gyerekek hozták, de ezt ők itthon meghizalták, hozták neki a termény. Hogy miért? Azért, hogy minden búcsúkor. Hát abban az időben, ugye, mint most is vannak szegény emberek, hát abban az időben koldusnak mondták, úgy, mint mostan is vannak városon. És akkor volt itt vagy 30-40 szegény ember, asszony, ezeket összehívta, déli időben, megterítettek az udvaron, ha az udvaron nem fél, már olyan volt az idő, akkor volt egy kis ház, mert akkor nem szobának volták, csak kis háznak. Azt mondták, oda terítettek még ezeknek, és ott volt az ebéd. A másik hízót levágták, akkor a család összegyött, az pedig elfogyott a családnak, mert voltunk 45 unokák, ez elfogyott. Csak az ízó maradt a mamának, hogy a búval zárkodott. Úgyhogy nem kell ott, hogy milliómos legyen az ember. Erős akarat kell. Hogy ő, ha elgondolta, hogy ezt megcsinálom, hát a család lehet megsínlette egy kicsit, de megcsinálta. Ennyi. És nagyon szeretnénk azt, hogy ez a síremlék maradna meg, hogy már még a unokák si nagyon háborgassák, hogy átemetnek, vagy ezt csinálnak vele, azt csinálnak. Vagy maradjon el még a dédunokák emlékére, még az ő unokájuk emlékére is. Mivel, hogy már mostan úgy néz ki, hogy az öreg nagyapádnak az emlékeit előszedték, hát hagyd maradjon ez még így, ahogy van. Majd még egy táblát csináltassunk rá, még a keretit is, hát remélem majd én beszélek a unokákkal, hogy csináljunk egy rendes keretét köré, még a nagyapának ott alóra,
a nagyapáinknak csináljunk egy olyan jó kis táblát, ami hát örökös lesz. Köszönöm. Most pedig gyönyörködjünk a polgári temető régi és új síremlékeiben. Thank you.
Ennek a több mint 80 éves sírnak különös története van. A történetet Krupa Györgyné, Polonkai Margit néni meséli el. A sírban négyen nyugosznak: Polonkai Ágoston, Polonkai Ágostonné, Polonkai László és Császár Ilona. Ennek a sírnak tényleg története van, mert az első világháború után, amikor bejöttek a román katonák, akkor temették ide legelső Császár Ilkát. Ő egy cigény özvegyasszonynak a lánya volt, és a román katonát ő hozzájuk is beszállásolták. És amikor beszállásolták utána, megbeszélte a katona Ilkával, hogy minden délután költse fél 4 órakor, mert hogy megy a parancs, menni kell a parancs neki. Hát annap délután is, amikor Ilka kiment a szőlőbe, beszerezni a vasárnapra való zöldségi gyümölcsöt, mint akkor menni akart haza, 300 fehér szekvét vett le a kezibe, és vitte haza, hogy majd a vasárnapi misére, ha mennek, hát ezt fogják, két barátnője volt, és ezt fogják a kezükbe. Mert olyan szokás volt, hogy vasárnap a lányoknál mindig itt áll virág volt a kezükbe, amikor mentek a templomba. Hát bement a barátnőihez, ott hagyta a 300 virágot, megmondta neki, majd vasárnap viszik a templomba. Aztán hazament, nem sokára ütötte az óra 4-et, Ilka ment, hogy felkölti a katonát, bement a szobába, illetve az ajtót benyitotta, és szólt neki, hogy tizedes úr kelljen fel, menjen a parancsra. A tizedes fel is kelt, és közben beszélgettek, és azt mondta Ilkának, hogy mit szólna hozzá, ha én most magát agyonlőném. Erre rákapta a puskáját, és az még elsült, és rögtön meghalt Ilka. Szíven találta a ujja. Hát a katona nagyon megijedt, és a kezét a fejére kulcsolta, és úgy jajgatott, hogy Istenem, mit tettem, mi lesz most én velem. Most elzárnak, vagy felakasztanak, vagy mi lesz vele. Aztán azt felfogta a karjára, bevitte a szobába, lefektette a ágyába, és hát így volt. Az anyja nem tudta, nem volt otthon, és mikor hazament az anyja, hát ment volna költeni Ilkát, de már akkor ő nem szólt semmit. Úgyhogy így történt. Ez az Ilka esete. Utána Laci bátyám, ő Polonkai László, ő tragikus halállal halt meg ő is, mert elmentek egy lakodalomba a mennyasszonya őtjével, hát még nem volt mennyasszonya, csak hát jelöltje volt, és a Laciba egy másik férfivel lett jobb a mennyasszony jelöltje, megmondta neki, hogy most már neki emet kell. Ő hazament, az bánatába agyonlőtte magát. Ő a másik halott, akkor a harmadik halott Ágoston bátyám, ő félvesével élt hosszú-hosszú ideig, és ő rendes halállal halt meg. Pár év múlva a felesége, Ilonángyom, ő meg felakasztotta magát bánatába, az ura elment. Családja nem volt, és így nyugszanak itt négyen. Három tragikus halálon. Aztán hát a temetkezés úgy történt, hogy szegény özvegyasszony volt az Ilka anyja, nem tudta eltemettetni a lányát, és nagyapám, a édesapámnak az apja, ő temettette el, mert hát sógora volt, mert nagymamámnak a testvérinek a lánya volt Ilka. És nagyapám temetette el őket, őt is, Laci bátyámot is, és úgy történt.
A császár Ilkáról szóló balladát, amit a polgári summás leányok írtak, szintén Krupáné, Margit néni énekli el. Pénteken délután négyet üt az óra. Szegény császár Ilka bemegy a szobába. Bemegy a szobába, megáll az ajtóba. Tizedes úr kelljen fel, menjen a parancsra. Fel kell a tizedes, menj a parancsra. Fogja a puskáját, tenné a vállára. Tenné a vállára, ráfogja Ilkára. Fényes éles golyó a szívét eltalálta. Erre a katona kétségbe lett esve. Mikor látta Ilkát a földre lejesve, Istenem, mit tettem, mi lesz most én velem? Egy szép szőke lánynak életét elvettem. Felfogta a karjára, bevitte a szobába. Lefektette ottan hófehér ágyába. Hófehér ágyába véres lett a párnája. Nem öleli többet bokorlati babája. Az anyja nem tudta, bement a szobába. Kelj fel, Ilka lányom, borulja vállamra. Nem kellek, nem tudok, mert meg vagyok halva. Fényes éles golyó a szívem által járta. Megkondult, megkondult a polgári harom. Húzajasz, három fehér galom. Három fehér galom, vegyre csak azt húzza. Szegény császár Ilka most fekszik meghalva. Három fehér galom, vegyre csak azt húzza. Szegény császár Ilkát most viszik a sírba. Három fehér galom, bedre csak azt húzza. Szegény császár Ilkát most teszik le a sírba. Szegény császár Ilka el van már temetve, de az ő szép neve nincsen elfelejtve. Meghalt már, meghalt már, el is van temetve, de az ő szép neve nem lesz elfelejtve. Mert mindent, amit ők
Okay.